szemnek van egy tehetetlensége, csak én nem tudom most olyan szépen pörgetni, de látjátok azért a mechanizmus. A héten a Kanizsa TV stúdióját is meglátogatták a Multikulti tábor résztvevői. A programot több mint 10 éve rendezi meg a Halis István Városi Könyvtár hátrányos helyzetű gyerekek számára. Még annyi a sajátossága a tábornak, hogy Nagy-Kanizsa mellett Zalakomári általános iskolából vannak olyan gyerekek, akik rászorulnak, és nem ez az egyetlen kritérium, meg Csapiból is van gyerkőc, hanem az a kritérium még, hogy ez egy olyan tábor, ami jutalomtábor a legjobb tanulóknak, tehát Zalakomárban, vagy a tanodákban, ahonnan érkeznek a gyerekek, úgy van, hogy mindig évelején elmondom, hogy ide be lehet jutni, ha ő szeretné, meg ha jól tanul. A könyvtár olvasótáboraihoz hasonlóan a fiatalok kulturális, könyvtár és városismereti, valamint játékos foglalkozáson vesznek részt. A Multikulti táborban a roma hagyományokra és a kultúrára is figyelmet fordítanak. Melyik programot várod a legjobban? Hát, az már meg volt, ugye a gitározás, már szeretem, meg tudok is gitározni, ugye. Hát, ennyi. Ma délelőtt a Túri György Múzeum munkatársai várták a táborozókat. A program segítségével a gyerekek bepillantást nyertek a múzeum életébe, a raktárban pedig szebbnél szebb tárgyakkal is megismerkedhettek. Én egyet ismertem föl, azt a kötényt, és egyébként nagyon fura eszközök vannak, például nem is tudom, hogy régen volt ilyen borotvatartó. Idén 2 látássérült fiú is csatlakozott a táborozókhoz. Az érzékenyítés célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek mindennapjaikkal, és megtanulják, hogyan nyújtsanak nekik segítséget a hétköznapokban.